A legtöbb poolbiliárd játéktól eltérően snookerben kezdőlökéskor nem szétromboljuk az állást, mivel annak az esélye, hogy golyó essen le ebből a helyzetből nagyon kevés, ellenfelünknek meg terített asztalt adnánk, így a kezdés során egy gyakorlatilag safety lökéssel ejtjük meg az első szabályos találatot a piros golyókon. A kezdés során a fehér golyóval kézből jövünk, és a D vonala mögött helyezzük el olyan módon, hogy a pirosak felállított pirosak valamelyik szélét célozzuk. Ilyenkor a legszélső pirosat célszerű eltalálunk egy jobb forgatóval, ahonnan a sarkot megkerülve 1-2-3, esetleg 4 falból visszajövünk a biztonsági területre. Közben természetesen szétnyitottuk a pirosakat. Célunk az, hogy úgy bontsunk meg pirosakat, és legyen szabályos a lökés, hogy az ellenfelünk a mi lökésünket követően ne tudjon könnyen megindulni. Minél vastagabban találjuk el a pirosakat, mármint amennyire a boly közepét célozzuk, annál több piros válik le belőle, ezért célunk a legszélső piros jobb szélét megcsípni. Nézzük a kezdést. Ezzel elégedettek is lehetünk. Egyetlen egy lökhető piros van, ami külön áll. A többit azt teljesen takarja a zöld és a kék golyó. Úgyhogy ez kategóriában egy jó kezdés. Miután elkezdtük a frémet, és kiválasztjuk a lökést, amit szeretnénk elvállalni, vegyük figyelembe, hogy mivel a zseb szűkebb, és a ív lekerekített, így csak az a golyó fog tudni beesni a zsebbe a fal melletti lökések közül, ami teljesen párhuzamosan tud haladni a fallal, amennyiben egy kicsit leválik, úgy az ív már kidobja és kipattan, ellenfelünknek viszont könnyű indulót marad. Ezért a fal melletti lökéseket célszerű későbbre hagyni, mindig olyan lökést keressünk, amelyet magabiztosan könnyedebben tudunk kivitelezni. Ezek általában, ha a zsebhez mért nyílásszöget nézzük, akkor a 45 fokhoz közelebbi lökések. A fehér pozíciója az itt kevésbé mérvadó. Azokat a lökéseket keressük elsősorban, amelyeknél a piros útja leginkább a zseb közepe felé 45 fokban áll, ezáltal a legnagyobb átmetszetű területen tud a zsebbe jutni.